Szevasztok! Sziasztok! Edzés vlog következik. Dávid Valesza és Zsilák Szilveszter jöttek el hozzánk. Egy kis átmozgató strongman edzésre. Egykezes nyomással kezdünk. Utána ők kőgolyóznak, nekem az most kimarad. Aztán meglátjuk még, hogy mire marad erő, mihez lesz kedvünk. Meséljetek kicsit, rég voltatok nálunk. Mik a jövőbeli tervek, célok? Hogy jöttetek? Hát én már jó, hogy én nem versenyeztem, és most nem is nagyon tervezek. Most az edzésre koncentrálok, és egy célom van, most 400 kilót akarok felhúzni. Így 100 kilósan. Idén ez a terve. Hát nekem nagyon sok tervem van, ugyanúgy, mint tavaly. Most hál' Istennek felépültem, nincs most már semmi problémám, kezdek visszaerősödni. Itthoni mezőny még mindig nincsen, tehát jelenleg itthon nem tudok versenyezni, viszont elkezdődött egy folyamat, hogy külföldi versenyekre kijussak. Nézelődtünk már, a leghamarabbi az október 13-15, ami Madridban lesz egy ilyen nemzetközi strongman verseny, és ezért jöttem át, hogy akkor itt az ideje az eszközökkel is gyakorolni, ha már az erőmet sikerült visszahozni valamilyen szinten, úgyhogy én oda készülök. Komoly tervek, én is készülök. Nekem jövő héten sziklaemelő világkupa, Mosonmagyaróvár, oda készülök óvatosan. Na nézzük!
csinálj. Azért már elszoktam. Golyózok, 180-nal kezdem. Igen. Hát előtte felhúzásba azért. Ja, előtte felhúzok, és akkor felhúzás után 180, 200. Kész. Nem kell apjózni. Vagy ez? Ez az. Jó, tolod meg a csípőt, húzod hátra. Ja. Király. Igen. Oh.
jó pár hétig izé, csak hogy a húsom volt kint. Meghozzuk a kedvét az embereknek, ez a sport, az kint a húsom, mert pedig a kezem. Meghalunk. Amúgy bírunk el. Persze. Ez a kis fizikai fájdalom az. Nem érzik, nem fáj. Semmi baj. Eddig jól megy, az edzés van, Vanessának ment ismét a 140, neked a 155, ami 56,55, az akkor egyéni rekordgolyóba, hogy király, és ez csak az első edzés, jöttök majd máskor is legközelebb, és havonta, egyszer legalább. Ja, igen, mert ez a golyó is olyan, hogy nagyon-nagyon-nagyon meg kell szokni a technikát, meg mindenkinek ki kell alakuljon egy ilyen saját stílus, hogy hogy áll, meg tanított ösztönösen. Hogy odaállsz. Ezt meg csak gyakorlással lehet elérni. Jó lesz, most egy kis váravétel fog következni. Aztán meglátjuk. Talán ugye mind a két kézzel elé fogsz. Meglődíted, és a kézzel még... nem akarod bemutatni? Ettől a kérdéstől féltesz. Nem lehet. Szemléltetni? Szemléltessem? Végszíves. Szemléltetésben jó vagyunk. Én úgy szoktam, hogy egész ilyen szélesen beállok, és keresztfogás egyik ezen elő, másik hátul, hogy ne gördüljön ki. Ő a belé fogok, és akkor úgy nyom fel, nekem jobb állam. Így. Láttad? Szemléletes volt? Szem. Igen, mert játszottunk olyat, amikor kész lett, hogy ki mennyi időt veszi fel valami 2,5 másodperc alatt lettem. Szóval gyors játék. Ja. Ez ugye egy fény, egy kicsit kisebb, könnyen fordul a zsák, nagyon szar. Azon fordul. Emlékszem, ott az undergroundban is volt egy zsák, az 90 kilós volt, hogy aztán így összekanyarodtunk mindig. Nem kell kapkodni. Ha bármi van, nyugodtan dobd le a francba. Jól szorítod magadhoz. Fordítsd be. Itt te melyem, nem így nyomod? Ja, azt hittem, hogy lesz, te is megpróbálod ezt. Ezt a 110-et. Megpróbálom. Nagyon nehéznek tűnt, de... Hát, ha nem is várna, csak így fel. Ott van a tét, vagy... Most jön előre a kézed, úgy, mind a két kezed oda, aha.
És akkor szorítod magadhoz. Ezzel bucs. Ja, nem látnak én egy kicsit művele. Amúgy, ja, tök jó fogása. Ja. Jó cucc. És nekem még... Szilveszter megpróbálja ezt a 130-as zsákot, ami ugye most nemrég készült egy-két hónapja nekem gyakorolni a szezonra. Betyár lesz. Hajrá, én ugyanazt mondom, mint annál. Hát ezt foghatod, tehát szimmetrikusan a két oldalát, de ugyanaz a téma. Nem jobb, ha izé? Nem is akkor. Sajnos se jó. Sajnos. Próbáld meg így is, próbáld meg úgy is. Mi forgató meg? Hallanak minden jó? Széles. De jó, hát. Itt azért, olyan is megpróbálom, hogy feltegyem. Ez is része az elhallás. Most ezt is látottad bele, most ezt így karból feltettem. Egy nagyobb súlynál ezt már nem fogod tudni megcsinálni, az már kínlódósabb. 150? Persze. Te? Nem, is. Hogy érzed? 200 jó? Hát én csináljuk úgy, hogy
Tegyük följebb, és akkor visszaveszünk, hogy MS200-ba, aztán majd jövök én. Nem megyek el 200-ra. Tegyük el 2-re. Ezt már feltolhatod szerintem, aztán majd levesszük Gergővel, hogy szabályos legyen. Gyerünk. Az. 200 kiló. Elsőre. Mondd a számot, ne felépítjük. 300. Jó. Meghúzni, hogy milyen. Jó. Csak kiállj vele. Mit mondok? Hát, hogy 250, nem felrakás, hanem emelik. Mondjuk én már bemondtam. Bemondta, én is bemondom, mondjuk kétszer. 250, nem felrakás, csak emelés. Megnézni, ha lesz, hogy milyen így 250-et kiemelni. Így van. Fel a fej, csak ezt tolod lábból. Hát egyedülálló Magyarországon, az biztos. Nehéz volt. Hát igen. Nehéz volt. Segít bele. Fogásod bírtad? Aha, az nem volt baj. Na. Annyira megszorítottad, hogy lefüstöl. Haszta. 67. Ez volna számít? Hát, az férfiaknál is. Az olyan 5-6 férfit megelőztél a teremben. Másik kéz? Másik kicsit gyengébb lett meg. Nyomhatom is. Férfiaknál 53 kiló már erősnek számít. A papírja szerint. Férfiaknál igen, 53-nál számít erősnek. Szerintem. Nem jól fogtad meg szerintem. Szerintem sem. Nem jól fogtad meg. Nem így fog. Gép az üveg. Egy ilyen rájött. Jó! Én úgy tudok nagyon szorítani, hogy magam mellé teszem, és így bele tudod erőlködni. Az a lényeg, hogy test ez nem érhet. Aha. 3-3. Mindjárt úgy tudod először. Gyengébb kezeddel is erősebb vagy, mint a férfi. 67, az betyár. Na, sok messzi az átszadom. Ez az anyja jutja. Na, gyerünk! Gyerünk! Ó, szép!
majd beszédültem. Előfordul. Van igen. Na most gyors, szoríts rá arra. Ja. Ott van a tegészet. Tudod, Vász meg kivágítva. 3-20-asokat kivett. Majdnem nullázodik rá. Most. Ennyi. 55. Ez ugye beén is. Ennyi. Ennyi. Nem sokkal több. Ez igen. Valamire csak. Vagy csak megint. 86-8. Vagy megint eltört. 95 a rekord. Elnyomtuk az edzést. Igazából ők jobban, mint én. Elég nagy súlyok mozogtak. Szerintem nagyon jó volt, nagyon erősek vagytok. Hogy értékelitek? Köszönjük szépen. Elfáradtunk. Uh-huh. Nekem mindenféleképp megérte a kőgolyó rekordja. Én is köszönöm szépen, nagyon jó volt újra eszközökkel edzeni és kiszabadulni végre a konditeremből. Újra otthon éreztem magam. Elégedett vagyok a kőgolyó eredményemmel, illetve a 200 kilós lépcsős felrakással is. Úgyhogy én szeretnék majd még jönni. Remélem váltok szeretettel. Úgyhogy köszönjük még egyszer. Iratkozzatok fel, ha szeretnétek látni minket, őket, már pedig miért ne szeretnétek. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.